Az 1848 és 49-es magyar forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára rendeztek műsort március 15-én Mezőzomboron. Radó Béla, a település polgármestere úgy fogalmazott, abban bízik, hogy nemzeti ünnepünk a közös emlékezés reménnyel és új erővel tölt fel mindenkit. A forradalom idején a márciusi ifjak határozott fellépésétől meghátrált a hatalom, megszületett a sajtószabadság, az egyetemi ifjúság lelkesedése átragadt Pest egész népére. Ha elég erősen él bennünk a tett, és képesek vagyunk együtt egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, akkor méltóak vagyunk 1848 örökségére, hangsúlyozta a község vezetője. Az ünnepi gondolatok után a mezőzombori Kölcsey Ferenc általános iskola diákjai adták elő a Szeretlek 100 000 éve című megemlékező műsorukat. A szabadságharc eseményeit a márciusi ifjaknak tulajdonították, akik a forradalom idején 12-30 év közötti fiatalok voltak, akárcsak Fige Balázs, a Bocska István katolikus gimnázium tanulója. A végzős diák ünnepi gondolatait osztotta meg a megjelentekkel. A fiatal szónok szerint nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én szerte a nagyvilágban egymáshoz igazodik a magyar szívdobbanás, ezen a napon szembenézünk a múlttal és megálmodjuk a jövőt. Úgy fogalmazott, az ünnepünk akkor lesz igaz, ha átérezzük a felelősséget és adósságunkat, amellyel 1848 hőseinek tartozunk. A megindító szavakat követően az ünneplők a békekertbe vonulva elhelyezték a koszorúikat az 1848-49-es emlékszobor előtt.